Az előző részek tartalmából. Szép jó napot! Ki a fene maga? Marcus Turner, az apjának dolgozom. Alex kétségbe lehetett esve, hogy Pricehoz fordul. Ez csak befektetés. Így fiúna kikerül a képből, ő meg felestárs. Átnézem a földet, a könyvelést, felmérést végzek, hogy lássam az állapotát. Ó, Istenem, a bányászban esett. Taylor Geddes vagyok. Megölted az apámat. Tehát dróverszes csaj lettél. Stevie küldött, hogy ellenőrizz. Van itt valaki? Nincs jogunk egy kis magánélethez? Szia! Szia! Tudom, azt hittem, hogy kiporcoltam, de csak gyorsan iszunk egyet meg új állására. Ó, hogy tényleg szívből gratulálok. Én örülök a legjobban. Már féltem, hogy örökre a nyakunkon élős. Tudd meg, ha bántod a barátomat, velem gyűlik meg a bajod. Ó, a barátod tud vigyázni magára. Hé, hidd el, nem tréfálok. Dugulj el, fogalma sincs, hogy miket zagyválsz össze! Mélyre ásni a múltban. Szia! Szerinted ez mi lehet? Töröd bilincs. A helyedben beszereznék egy újabbat. Hasznosabb véleményre számítottam. Mondjuk, hogy milyen régi. Talán elvesztetted a blokkját. A tóárokból került elő. Talán egy rabé lehetett. Mit keresett egy rabad róversen? Fogalmam sincs. De támadt egy ötletem. Riley! Nincs menekvés, az enyém vagy. Ha csak így tudsz lányt szerezni, én átgondolnám a... Hé, Jody, ne hűlj már! Nem történt semmi. Jody, mi bajod? Magyar hangok. Német Borbála, orosz Helga. Hass van der Péter. Zsigmond Tamara. Santa Anna Mária, Mózer Károly, Selmeci Roland, Pikali Gerda. MacLeod lányai. Ajjaj, erre kellett te tanulsz. Ó, csak egy karcolás. Isten tudja, mióta rozsdásodott a földben. Irány az orvos, és útközben felveheted régent. Én elmennék érte. Nem, te maradsz. Átveszed a melómat, és bedugult a lefolyó. Én pedig visszaterelem a birkákat. Mi? Miért? Nem jött össze. A vevő visszatáncolt. Ó, isteni, mi is próbálkozhatnánk ezzel a bankban. Bocs, ezen a héten nem törlesztjük a részletet. Péntekre találunk új vásárlót. Vagy kezdhetünk guberálni. Alexal szívesen beszélek. Hát, ha őt érdekelni. Van elég jószágunk, sajnálom. Te döntesz. Azért rájuk nézhetnél, minőségi juhok. Kinek akarsz imponálni, ha? Nekem vagy Jodynak? Semmi szükségem a nyájukra. Itt a példányatok. Holnap jön a kamion. Jó, hogy szél körköz kerültél. Hogy jött be? Jimnél nem tudni. Nem valami szószát jár. Viszlát. Kösz. Vigyázat, itt jön a csodafiú. Marcus! Be akarod mocskolni a kezed? Annak idején dolgoztam a földeken. Bármire készültök, benne vagyok. Oké, segíthetsz beterelni a csordát a határról. Klasszul hangzik. Holnap eladjuk őket. Ha eljössz velem, nincs kifogás, nincs visszaút. Felfogtad? Nem, én dőlök ki hamarabb. Anyad homlok rohan vissza a városba. Sebességet!
ügyes vagy, Turbo. Hé, hé, hé! Hé, vigyázzon! Bocsánat! Na, ilyen egy városi fiú. Azt hittem, mára már haza. Úgy volt, de másképp alakult. Turbo, gyere vissza! Ezekről a birkákról beszélt Riley? Igen. Nem rossz. Ha tehetném, megvenném őket. Ez szép volt, haver. Lenyűgözted a szomszédokat. Azt hittem, ez kilörni föld. Ezt hívják terelőútnak. A vidékiek így szállítják a jószágaikat. Bocsánat, mindenki mással játszik. Na igen. Nem kellene segítenünk? Na nem, boldogulok. Lehet, de mit mond a főnök? Van elég időnk? Ha mindenütt leállsz, már nem lesz. Vásárt akarunk összehozni. Rabszolgahajcsár, mit mondhatnék? Hát, még egyszer bocs. Nincs semmi vész, boldogulok. Stevie, nem így értem. Hé, hé,